Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt képviselőtársaimat és a város lakosságát mai képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a mai testületi ülés határozatképes, hiszen valamennyi képviselőtestületi tag jelen van. Engedjék meg, hogy napirend előtt néhány gondolatban megemlékezzek dr. Tormáné dr. Orosz Máriáról, városunk díszpolgáráról, aki 85 éves korában elhunyt, és néhány momentumot kiemeljek az életéből. 1930-ban született Budapesten, édesanyja tanító volt, édesapja ezermester, 5 éves volt, amikor édesanyja meghalt, 3 évig nagyanyja vigyázott rá, édesapja újra nősült, olyan mostohát kapott, aki 10 édesanyát is pótolni tudott. Az elemi iskolában Újpesten járt. Egyetlen gyermek volt a családjában. A kitűnő gimnázium érettségi után 1948-ban azonnal felvették a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. 1954-ben az egyetem után Devecserbe került, és sokan emlékezhetnek rá itt a településen, hogy a Szent Imre utcában dolgozott orvosként. 1997-ben kapott Göncz Árpád által kitüntetést, illetve ekkor kapta meg a díszpolgári címet is. És megkérem a tisztelt képviselőtársakat, illetve a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk rá. Köszönöm szépen. Szintén napirend előtt szeretném tájékoztatni önöket, hogy változás történt az önkormányzat bizottságainál. Az önkormányzat gazdasági bizottságába került Vörös Tibor úr, illetőleg új külső bizottsági tagként Szövérfi Zoltánnét köszönhetjük a körünkben, akinek most ezen a testületülésen kellett tennie az esküt. Ehhez szintén megkérem a tisztelt képviselő társakat, illetve a jelenlévőket, hogy álljunk fel. Akkor megkérem az új képviselő testületi tagunkat, hogy legyen kedves az eskü szövegét utánam ismételni. Én, Szövérfi Zoltánné. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Bizottsági tagsági tisztségemből. Eredő feladataimat. Devecser fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen.
Köszönöm szépen. Gratulálok. Szintén napirend előtt szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy készült egy közleménykutatás a Makovec lakóparkot érintő helyi járat közlekedéssel kapcsolatban. És ez alapján megállapítható, hogy jelen állás szerint nem tudjuk vállalni a helyi járat közlekedésnek az indítását. 90 kérdőívből 11-en jelezték, hogy hajlandóak lennének jegyet vagy bérletet vásárolni saját vagy családtagjaik részére. És közülük is mindössze 4-en jelezték, hogy minden iskola, illetve munkanapon igénybe vennék a járatot. Én azt gondolom, hogy így átfogó képet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e a helyi járat közlekedést biztosítani. Felmerült annak a lehetősége, hogy a város más részein is végeznénk ilyen közönkutatást. Esetleg annak a lehetősége fennáll, hogy más városrészek bekapcsolásával együtt esetlegesen egy finanszírozható helyi járat közlekedést meg tudnánk valósítani. Ez természetesen ki fog derülni hamarosan. Arról is szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy ezen a héten tartottunk egy zárt körű értekezetet, egy szakmai megbeszélést a várost érintő köztisztasági kérdésekben, melyen az oktatási intézmények vezetői, az önkormányzat képviselői, illetőleg azoknak a szerveknek a tagjai, vezetői vettek részt, akik részt tudnak venni abban, hogy a városban tapasztalható köztisztasági problémákra egy közös stratégiát alakítsunk ki. Én a magam részéről hasznosnak és mindenképpen informatívnak tartom ezt a találkozót, amely végül azzal zárult, hogy még a március 5-ére meghirdetett köztisztasági és közbiztonsági lakossági fórum előtt ismételten összeülünk, és addigra egy közös eljárásrendet, illetőleg egy közös stratégiát fogunk letenni az asztalra. Mint önök is tudják, főként arról van szó, hogy vannak Devecserben sajnos olyan családok, akiknél nem biztosított az ott élő gyermekek megfelelő szellemi, testi és lelki fejlődése, nem adottak a megfelelő családi körülmények ahhoz, hogy ott ezek a gyermekek megfelelő ellátásban részesüljenek, és ezzel kapcsolatban mindenképpen azonnali intézkedéseket kell tennie a városnak. Ez az önkormányzat saját hatáskörében nem lehetséges, tehát ehhez szükségünk van minden érintett szárnak az együttműködésére. És akkor szeretném ismertetni a mai ülés tervezett napirendjét. Devecser város önkormányzatának 2015 évi költségvetéséről lesz szó, illetőleg a vegyes ügyek keretében az ingatlan fejlesztéstől kezdve a Bakony-Karszt felé fizetendő szennyvízfejlesztés, tulajdonképpen úgy lehetne összefoglalni, hogy szennyvízfejlesztési kiadásainkon át más ügyekig. Tehát tulajdonképpen egy fő napirendi pontot jelölnék meg, ez pedig a költségvetésünk, ezen kívül a többi kisebb, nagyobb ügyet a vegyes ügyek keretében szeretném tárgyalni, már hogyha a képviselőtársaknak nincsen más
javaslata. Van a napirendhez kapcsolódóan valakinek kiegészítése? Ha nincs, akkor ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét? Köszönöm szépen. Akkor a költségvetéssel kapcsolatban felkérem Holzinger Lászlót, a gazdasági bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést. A gazdasági bizottság egyhangulag támogatta a költségvetés elfogadásra, azzal, hogy nézzük meg, mielőtt lehetőségeink vannak arra vonatkozóan, hogy a betervezett felhalmozási működési hiányunkat, 115.790.000 forintot, valamint a felhalmozási hiányt, a fejlesztési hiányt, 73 millió forintot, hogyan tudjuk mérsékelni, és hogyan tudjuk ezt igazdálkodni. Részletekbe belementünk a bizottság ülésen, és a bizottság ülésen bizonyos szempont meg kellett állapítanunk, hogy kevesebb az úgynevezett állami támogatás, mint eddig volt. A szociális feladatok csak 2 hónapra kerülnek megtervezésre, mert március 1-től kerülnek a járáshoz, és az intézményeinknél is egy mérsékeltebb működési lehetőséget szeretnénk biztosítani. Részletekbe mentünk, és úgy állapítottuk meg, hogy a képviselőtestület felé javasoljuk elfogadásra, azzal, hogy az önhikis pályázatot márciusban beadjuk, és folyamatosan minden intézményt át fogunk világítani, minden intézményt meg fogunk nézni, milyen lehetőségek vannak a kiadások mérséklésére. A súlyosan érinti két intézménynél jelentősebb gondot okoz. Az egyik a KFT-nek a működésénél a 30 millió forintot át kell, vagyis annyit javasoltunk átadásra, de ezt felül fogjuk vizsgálni, és azt kértük az ügyvezető igazgatótól, hogy dolgozzon ki egy olyan szerződés tervezetet a képviselőtestület felé, hogy megfelelő paraméterrel lehessen megállapítani a zöld területek rendezését, a köztisztasági tevékenységet, hogy bármikor lehessen ellenőrizni, és elszámolható legyen. Valamint serkentettük arra, hogy az úgynevezett vállalkozói tevékenységet bővítse, és abból próbálja meg bevételt szerezni, de nem a kötelező feladatok terhére. A másik intézményünk a művelődési ház. A támogatási összeg sajnos nagyon alacsony, az 5.276.000 forint. A két intézménynek a teljes működése 63 millió forint. Ebből látszik, hogy mennyit kell hozzátenni jelen pillanatban az önkormányzatnak. Van olyan saját bevétele, ami itt nem jelenik meg, amit csak menet közben, évközben lehet figyelembe venni, az úgynevezett könyvellátó fejlesztésekre, a településekkel kötött szerződések alapján. Nyilván meg kell keresnünk azt a lehetőséget, hogy egy ilyen intézményt hogyan lehet központi támogatásokból úgy fenntartani, hogy az önkormányzatoknak bizonyos szempontból kedvezőbb legyen. Nyilván az önkormányzatnak a bevételi forrása is kevesebb lett, nyilván az iparüzési adó az a korábbi az tervezetten majdnem fele, az építményadónk az körülbelül 70%-a korábbi, az úgynevezett talajterhelési bírságból befolyó összeget azt nem célszerű emelni, mert a következő időszakban szeretnénk a rendeletet továbbra is fenntartani, hogy minél többen tudjanak rákötni. A hivatalnál a bevételek gyakorlatilag társulási formában, illetve úgy működik, hogy több települést látnak el. Itt a megállapított létszámkeret, a támogatott létszámkeret 23,5 vagy 24 fő, 29 van betervezve. Nyilván azzal számoltunk a tervezés során, hogy a köztelet felügyelő ide kerüljön. Egy külön rovatba szerepel az úgynevezett hivatalnak a támogatása 3 millió forintként, de azt kértük, hogy majd nézzük meg, milyen lehetőség van, hogy esetleg a hivatal ezt ki tudja gazdálkodni, és megfelelő átcsoportosítással meg lehessen oldani ezt a feladatot.
a fejlesztéseknél, a rendezési tervet elfogadta, az átadott pénzeszközöknél ott egyértelmű, ami az önkormányzatásik, a társulási formában működtetett intézményeknél, ott nyilván, amit megkapunk támogatásként, azzal támogatjuk. Van egy olyan, az óvodánál jelentkezik, ami a Devecsert érinti, egy 4 millió 400 ezer forint, a másik terep, ez összesen 10 millió forintos hozzájárulást jelent. Nyilván meg kell vizsgálnunk, hogy ezt hogyan tudnánk igazdálkodni az óvoda, hogy ezt ne kelljen odaadni ezt a támogatást még a normatív támogatáson felül. Vannak fejlesztési elképzelések, azok megmaradtak, ilyen például a sportkörnek a támogatása, mert van egy kötelezettségvállalása az önkormányzatnak, ez jelen pillanatban 10 millió forintot jelent, meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk majd ezt a kötelezettséget biztosítani. Védőnöknek a fejlesztését azt be kell terveznünk, mert ezeknek a működtetését biztosítani kell. Oktatási intézményünknél a fejlesztéseket milyen formában tudjuk kiváltani a betervezettet, hát erre megvannak már a lehetőségek, már próbált, a polgármester úr már ebben a témában próbált intézkedni. Második világháborús emlékműnek a költsége betervezésre került, az ingatlanvásárlás már megtörtént, Deák tér egy szám alatti ingatlannak a tetőfelújítását soron kívül el kell végezni, Damjanics utcai felújítást el kell végezni, a Bem utca 5-re tervezett 3 millió forintot felemeltük 5 millió forintra minimum. A településeknek vissza kell fizetnünk ebből a pályázatból, ami az intermodellás pályaudvar megvalósítási tanulmánynál, amit előleként a települések összeadtak, ez 7 millió 700 ezer forint, ami itt jelentkezik, ezt megkapta az önkormányzat, ezt vissza kell fizetni, jó teljesítési garancia visszafizetésre került, és így tulajdonképpen a költségetésünk összeállt. Abban döntött a képviselőtestet, amit a Bakony Karsznak a kérése volt, és nem tervezzük ide a költségetésbe, hogy az úgynevezett fejlesztési hányadból a úgynevezett tartozásunkat kifizetjük a fúvókáknak a költségeit. Nyilván a csatorna beruházásából, mivel szerződést kötöttünk, az üzemeltetést őrábíztuk, itt egy fejlesztési díjhányat keletkezik a Bakony Karsznál, ez több millió forint, ennek az értéknek a csökkentésével megmarad a fejlesztési díjhányad, ha bármilyen fejlesztésre szükség van, de ebből kívánjuk finanszírozni ezt a felújítást, amit elvégeztek a szennyvíztisztítónál. És gyakorlatilag szeretnénk az intézményeket egyenként a későbbiekben átnézni, hogy milyen formában tudjuk esetleg a működési költségeket, üzemeltetési költségeket csökkenteni. Ezzel a kiegészítéssel a bizottság egyhangulag támogatta és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen, kiegészítés az elhangzottakkal kapcsolatban. Tárgyalaton is egyhangon támogatja a költségeket. Gazdasági bizottság tárgyalta. A Szociális Bizottság is megtárgyalta, és egyhangulag támogatta, akik jelen voltak. Akkor egyéb kiegészítés nincs? Tessék. Szeretnék hozzátenni egy-két apróságot. Bizottsági ülésen is elmondtam már, hogy ez a költségvetés, ez egy nagyon feszített költségvetés, és ami itt annyira nem hangzott el, 189 millió forint hiánnyal van tervezve. Ebből 115 millió forint a működési célú hiány, és 73 millió forint a felhalmozási célú hiány. Tehát ettől igazából nem kell megijedni, a költségvetés ettől függetlenül egyensúlyban van. Maximum, hogyha mondjuk az önhikis pályázat nem fog úgy teljesülni, mint ahogy tervezve van, kevesebb beruházást lehet megvalósítani. Amit még hozzá szeretnék ehhez a dologhoz tenni, hogy a múlt héten csütörtökön reggel volt egy testületülés, bizottságülésnek indult, és végül testületülés lett belőle, és ezen a testületülésen elhangzott, itt szeretném akkor a
lakosságot is tájékoztatni, hogy az elmúlt évnek a hiánya ellentétben a híresztelésekkel, amik 90, 110, 120 és egyéb más milliókat jegyeztek fel, 25 millió 165 ezer forint volt. Ez a tavalyi 2014-es közel 2 milliárdos költségvetéshez képest elenyésző, és az idei költségvetésünknek a főösszeg ugye 1 milliárd 19 millió 123 ezer forint. És ezt is hiánnyal terveztük. Igazából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék. Azért szeretnék reagálni. Ez azért, itt nem dobáltuk a számokat. Azok a kimutatások, azok az intézkedések, azok a belső átcsoportosításokkal, a fejlesztési hányadok csökkentésével, valamint a 30 millió forint önhikis pályázatnak a támogatásával sikerült azt a hiányt lecsökkenteni, de ez a hiány, ez tulajdonképpen ez egy adminisztratív szám pontosan, mert a víziközmű számlán ott azért még mindig van visszapótlási kötelezettség. A jelen pillanatban ténylegesen az irodavezető asszonnyal is áttárgyaltuk, jegyzőúrral is áttárgyaltuk. Jelen pillanatban a 2015-ös hiány az annyi, de én azt elmondtam, hogy van felhalmozási és van működési hiányunk. Nyilván ezzel nem tudunk megelégedni, mert a korábban betervezett iparűzési adó is gyakorlatilag úgy realizálódott, ahogy a számok is bizonyítják, hogy lényegesen kevesebb jött be, mert a tervszinthez képest is lényegesen alacsonyabb lett. Én ezért nem akarok vitatkozni. Szoros a költségvetésünk, hiányunk van, ezt a hiányt azzal tudjuk majd pótolni, helyrehozni, hogy a pályázatokon tudunk ehhez pénzt szerezni, valamint a működésekhez tudunk támogatást biztosítani. Nyilván irreális az a, hogy egy ilyen intézménynek a támogatása 5 millió 276 ezer forint legyen a művelődési házzal együtt, amiben most vagyunk. Hát egy kulturális intézményt ilyen formában, ilyen gyengén támogatni, és csak azért, hogy lássuk, hogy ehhez még olyan pénzeket kell saját erőből hozzátenni, amit az önkormányzat nem tud megoldani. Nem tud megoldani. Keressük azt a lehetőséget, hogy milyen formában tudjuk ezeket a lyukakat pótolni, mert mi szeretnénk, hogyha ezek az intézmények működnek, a fejlesztéseket nyilván át kell gondolni. Nem lesz az a fejlesztési dömping, mint az elmúlt pár évben volt, nincs is rá forrás. Nyilván én azt mondom, azokat az összegeket sokkal hasznosabban, gazdaságosabban, ügyesebben kellett volna felhasználni, lehet, hogy még tartalékolni is kellett volna. Köszönöm szépen ennyit. Köszönöm, tessék. Rövid reagálást szeretnék, tehát egyetértek képviselő úrral maximálisan, tehát meg kell nézni az intézményeket, természetesen hol tudunk spórolni. Én egy dolgot szeretnék kérni, hogy ne ködösítsünk. Tehát mikor megvan a szám, akkor mondjuk ki, a múltkori nyilvános testületülésen azt hiszem, a Szövérfi Gellért úr felállt, és rákérdezett, hogy ennyi milliót is hallott már, annyi milliót is, tényleg a lakosságot nem kell megtéveszteni. Megvan a szám, akkor ki kell mondani, ez a szám, ez 25 millió 165 ezer forint, ami hiány volt a múlt évben. Köszönöm. Igen, annyit hadd szóljak hozzá, hogy várható volt, hogy majd a 2015-ös költségvetésnek a tárgyalásánál fogjuk tudni a pontos számot megmondani, hiszen a 2015-ös költségvetés nyilván a 2014-es egyenlegből indul ki, amíg nem álltak rendelkezésünkre a megfelelő adatok, addig azt gondolom, hogy valóban csak nagyságrendben lehetett meghatározni azt, hogy mekkora is valójában a város hiánya, illetve az is természetesen egy külön kérdés, hogy mit számolunk bele ebbe a hiányba. Én a magam részéről örülök annak, hogy egy viszonylag alacsonyabb összeget tudunk most jelezni, ezt a mintegy 25 millió forintos összeget. Én azt gondolom, hogy azért nagy szerepe volt a pénzügyi vezetőnknek, Szabó Kingának is abban, hogy úgy tudta összerakni a 2014-es évnek a zárómérlegét is, illetve a 2015-ös költségvetés is úgy meg tudta alapozni, hogy valóban egy
viszonylag megnyugtató számmal tudunk nekivágni ennek az évnek. Még néhány kiegészítéssel hadd éljek. Na, magam részére nagyon fontosnak tartok egy-két dolgot, ami örvendetes, hogy visszaköszön a 2015-ös költségvetésben. Ahogyan az előző testületi üléseken már többször előkerült, ugye számos épület felújításra készülünk itt Devecserben a következő időszakban. Ugye szeretnénk az OTP régi épületébe átköltöztetni az idősek nappali foglalkoztatását, illetve a szociális étkeztetést. Ugye ezzel kapcsolatban átalakításra van szükség az OTP régi épületében, hiszen az ANTS-szel, illetve a két említett szervvel egyeztetve úgy kell kialakítani ezt az ingatlant, hogy az alkalmas legyen ezeknek a funkcióknak a befogadására, és ki kell alakítanunk egy költségtakarékos fűtésrendszert is. Majd, ha ezt elvégeztük, akkor itt a kastély épületben a Városi Múzeum kialakításának tudunk nekivágni. Illetőleg ugye sikerült megvásárolnunk a Szent Imre utca 17-ben lévő ingatlant, ahol szintén fűtésrendszert kell kialakítani, illetve vissza kell állítani valamennyi közművet, ugye villany ellátást, illetve a vízvezetékrendszert. És ezen kívül én bízom abban, hogy talán a közeljövőben valamiféle hasznosítása megindulhat a buszpályaudvar mellett található egykori malomépületnek is, amely meglehetősen romos állapotban van, és ahhoz képest, hogy ipari műemlék, meglehetősen méltatlan, hogy a központban egy ilyen körülmények között található épületünk van. Tehát mindenképpen bízunk abban, hogy itt egyfajta fejlesztés megindulhat. A polgárőrséggel még a múlt évben volt egy megállapodásunk, ami alapján ők lemondanak az idei évben a tavalyi 1 millió forintos költségvetési támogatásról, tehát idén nem kérik ezt a támogatást. Ellenben egy irodát kértek cserébe. Ugye ennek az irodának a kialakítása is mi hamarabb szükséges. Ugye ezt akarjuk megvalósítani egy városőrség létrehozásán belül a Szent Imre utca 17-es ingatlanunkban. És azt is hadd említsem meg, hogy az elmúlt hónapokat azzal töltöttük, hogy áttekintettük a meglévő megbízási szerződéseket, és ahol lehetett, megtakarításokat eszközöltünk. A hivatalnál ugye elbocsátásra került egy dolgozó, akinél nem tudtuk beazonosítani a munkakörét. Ugye ez rögtön októberben megtörtént. Az önkormányzat ügyvédjét lecseréltük, aki 130 ezer forint plusz áfáért dolgozott úgy, hogy esetenként még egy másik ügyvédet is foglalkoztatott az előző önkormányzat. Helyette most egy másik ügyvéd dolgozik, akinek 80 ezer forintos a tiszteletdíja, és emellett két hónapot ingyen vállalt, és az önkormányzat esetenként nem bíz meg más ügyvédet. Kértem azt is, hogy azt a mintegy évi 600 ezer forintos szőnyegbérlést, ami az önkormányzatnál, az iskolában, és ha jól tudom, az óvodában is vannak ilyen szőnyegek, ezt szüntessük meg, keressünk valamilyen olcsóbb megoldást, és hát emellett pedig felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy vannak olyan lehetőségek, melyekkel lehet, hogy nagyságrendben a költségvetésünk főszámához mérten nem tudunk olyan nagy összegeket szerezni, de mindenképpen érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni, hiszen sok kicsi sokra megy. Gondolok itt például arra a városi papírgyűjtésre, amit múlt héten indítottunk, és elmondhatom, hogy az a konténer, amit a Deák Ferenc tér 2-ben kihelyeztünk, az most már megtelt, hétfőn fogják elvinni, és tekintettel arra, hogy folyamatosan érkezik a lakosság, illetve a boltosok részéről papírhulladék, ezért folytatjuk ezt a papírgyűjtést, egy kisebb konténert kértem hétfőre, és hát ennek a városi papírgyűjtésnek a bevételét az iskola konyhájának a
felszerelésére kívánjuk fordítani. Áttekintettem azoknak a Devecserben működő civil szervezeteknek a lehetőségeit, akikkel együtt tudunk bizonyos ügyekben működni, és megalapítást nyert, hogy a Medgyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klubnak van lehetősége 1% fogadására a személyi jövedelemadóból, és van velük egy megállapodásunk, minek értelmében ezt az 1%-os személyi jövedelemadó bevételt egyrésztről a kialakítandó világháborús emlékműre, másrésztről az 1919-es devecseri mártírok sírhelyére, illetve emléktáblák állítására tudjuk fordítani. Ezúton is szeretnék mindenkit biztatni, hogy kísérje figyelemmel a Városi Képújság oldalát, illetőleg a honlapunkat, és a Városi Újságot is, hiszen itt közzétesszük ennek a szervezetnek, tehát a Medgyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klubnak a számlaszámát, illetőleg a szükséges adatokat ahhoz, hogy az 1%-ot ide lehessen utalni, és akkor ez a világháborús emlékműre, illetve a 19-es emlékhelyek kialakítására kerül felhasználásra. Ami még nagyon fontos, hogy valamilyen módon kell keresnünk forrást arra is, hogy a Devecserben működő Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az eddigi költségvetési támogatásán túl valamiféle plusz segítséget tudjunk nyújtani, illetve maximálisan egyetértek azzal a felvetéssel is, hogy azoknak az egészségügyi dolgozóknak a bérét, akik a minimál bérért dolgoznak, vesznek részt a házi orvosi szolgálat mellett az egészségügyi ellátásban, ezeknek a dolgozóknak a bérét valamilyen módon emelni tudjuk. Nekem azok az információim vannak, de megkérem a jelenlévőket, hogy segítsenek ebben, hogy jól tudom-e, hogy tulajdonképpen erre megvan a forrás, az olyan finanszírozásból maradt annyi. Ugye egy társuláson keresztül a védőnőknél megvan az OEF forrás, de megbeszéltük Délgazdaságbizottság elnökével, és ugye másik terület, ahol ez érintett minket, a házilos ügyeletnél is vannak, ott is megvan a forrás, de akkorára van tervezve, hogy megoldható ezt az emelés. Jó, ez nagyon örvendetes, illetve annak is nagyon örülök, hogy a közterület felügyelőnek az évi mintegy 3 milliós költsége is belefér a 2015-ös költségvetésünkbe. Aztán nem tudom, hogy közben a bizottsági ülésen bekerült-e az a pályázat a költségvetésbe, amelyet a Devecseri Sportegyesület nyert el még a múlt évben. És akkor sikerült ezt módosítani? Igen, figyelme vettük a 10 millió forintot, igen. Nem van ebben az összeg. Jó, hát akkor a magam részéről igazából azok a felvetések, amelyek szerettem volna, hogyha megvalósulnának a költségvetésben, akkor teljesültek. Nem tudom, hogy másnak van még valamilyen kiegészítése, kérdése költségvetéssel kapcsolatban. Még annyi, hogy az iskola is, illetve a védőnő szolgálat is jelzett a múlt év végén különböző igényeket eszközbeszerzésre, illetve ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban. Ezeket is szeretnénk természetesen a 15-ös évben megvalósítani. Ugye az iskolánál volt szó arról, hogy a kerítést kell megmagasítani, illetve ilyen csúszásgátlást kell eszközölni. A védőnői szolgálat pedig egy listát adott le, hogy milyen eszközökre lenne szükségük. Azt gondolom, hogy ez belefér a költségvetésünkbe szintén. Igen, be van tervezve 9 millió 404 ezer forint. Tárgyi eszközbeszerzésre, és ebből gyakorlatilag le van osztva, hogy mit, hogyan részletesen. A védőnöknek 1 millió 200 ezer forint az az igényük, illetve az lett betervezve. Iskolánál van egy 2 millió 50 ezer forintos érték, amit tulajdonképpen beterveztünk. Nyilván akkor tudjuk ezeket a fejlesztéseket elvégezni, ha valamilyen a hiányból, a fejlesztési hiányokra valami forrást tudunk biztosítani. Jó. Kérdés, hozzászólás?
Elég simán lement ez a költségvetési vita, kicsit... Két fordulóban tárgyaltuk át a beszélgetve, igen. Jó. Hát jó, hát a bizottsági üléseket leszámítva. Még annyit hadd mondjak el, ami biztató lehet az idei évre, hogy hát elég nagy erőfeszítéseket teszünk arra vonatkozólag, hogy az önkormányzat tulajdonát képező az úgynevezett szabad vállalkozói zónában található területek eladásra kerüljenek. És hát egy jó hírrel tudok szolgálni, majd a vegyes ügyekben fogjuk részletesen tárgyalni, hogy hát megkockázhatom, hogy Devecser történetének legnagyobb telek adásvételére kerülhet sor. Egy 30 ezer négyzetméteres területet vásárolna meg, sőt, hát úgy néz ki, hogy most már nem csak vásárolna, hanem vásárol meg egy német befektető, aki a területen egy 9 ezer négyzetméteres csarnokot építene, és a tervek szerint 120 főt foglalkoztatna. Szeretnénk rögzíteni a szerződésben, hogy két év alatt ennek a beruházásnak meg kell valósulnia. Ellenkező esetben szeretne élni az önkormányzat azzal a jogával, hogy a területet az eredeti vételár 20%-kal, az eredeti vételár 20%-ával csökkentett áron visszavásárolja. Egyébként ezt minden egyes telek adásvétel esetében szeretnénk, hogyha szerepeltethetni lehetne a szerződésben. Tehát nem szeretnénk azt, hogyha spekulatív céllal vásárolnának meg magánszemélyek vagy vállalkozók Devecserben területeket. Mi azt szeretnénk, hogyha ezek a területek mindenképpen munkahely teremtés céljából kerülnének eladásra. Minden esetre azt gondolom, hogy ez a közel 20 millió forintos bevétel, ami ebből a területadásvételből származik, azért mindenképpen képezni fog egy olyan felhalmozási keretet, amiből ingatlanfejlesztésekre tudunk fordítani. Talán így megteremtődhet annak a lehetősége, hogy részt vegyünk például abban a pályázatban, amit most írtak ki óvodák, iskolák számára, még pedig kameráknak a felszerelésére. Ugye ennek is van egy önrésze, illetőleg az ingatlan fejlesztéseink is talán könnyebben meg tudnak valósulni. Egyébként ezen kívül még van egy másik, egy kisebb ingatlan vásárlási igény is, ami jelentkezett az önkormányzatnál. Ezzel kapcsolatban azért nem tudunk még részletekről beszámolni, mert jelenleg folyik ennek a területnek a telekkönyvi összevonása, és amennyiben a területet kialakítottuk, egy helyrajzi számra kerültek ezek a kisebb parcellák, akkor tudjuk napirendre venni, de természetesen itt is fogom javasolni, hogy ezt a területet adjuk el. Itt a vállalkozó egy automosót szeretne létesíteni. Nekem más észrevételem jelenleg nem lenne. Van-e másnak valamilyen felvetése, kérdése, véleménye? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a költségvetésről. Ki az, aki támogatja a 2015. évi költségvetésünket? Köszönöm szépen, akkor egyhangulag elfogadtuk. És szeretném megköszönni azoknak a szervezeteknek a munkáját, akik ugye részesülnek költségvetési támogatásból az önkormányzat részéről, de nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy ez a költségvetési támogatás a polgárőrség, a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és mások esetében is minimális ahhoz képest, amilyen munkát ennek a közösségnek az érdekében ők végeznek. Ezt fontosnak tartottam megjegyezni. És akkor térjünk át a vegyes ügyekre. Az előbb már említett telekvásárlási igényt szeretném akkor előterjeszteni. Tehát a Hajtómű Kft. Kérelme a 0162/11 helyrajzi számú ingatlan vételére. Ez egy körülbelül 30 ezer négyzetméteres ingatlan. Ha megengedik, akkor most nem olvasom fel itt a különböző helyrajzi számokat, hiszen az előterjesztést mindannyian megkapták. Az ár, ahogyan az önkormányzat által már régóta rögzítve van, ugye bruttó 600 forint per négyzetméter, és ahogy az előbb említettem, munkahelyteremtő beruházást kíván megvalósítani Devecserben ez a német tulajdonú, de egyébként jelenleg
Ajkán már működő cég, a Hajtómű Kft. És hát különösen örvendetes számunkra, hogy annak ellenére, hogy Ajkán már több mint egy évtizeden működik ez a vállalkozás, sőt, meghozgatom, lehet, hogy már két évtizede is, mégsem Ajkán bővülnének, hanem itt Devecserben, tehát ez számunkra mindenképpen megtisztelő. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. Tárgyalta és egy hangulat támogatja, és a szerződés kötésnél figyelembe kell venni, amit a polgármester úr elmondott, hogy amennyiben két éven belül nem valósul meg a beruházás, ugye 20%-a csökkentett áron az önkormányzat visszavásárolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, képviselői hozzászólás. Jó, akkor kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy szavazzunk. Ki az, aki támogatja, hogy a Hajtómű Kft. Részére eladásra kerüljön az előbb említett ingatlan terület? Köszönöm szépen, akkor egyhangulag támogatjuk. Igen, ahogy a felvezetőben már említettem, a Bakony Karszt ZRT-vel szemben már régebb óta van egy nagyobb tartozása az önkormányzatnak. A tavalyi évben még az előző önkormányzati testület azért nem fizette ki ezt a mintegy 3 millió forintos értéket, 2 darab fúvóra, ugye a szennyvíztelepnél, mert bíztak abban információim szerint, hogy esetleg valamilyen pályázat kerül kiírásra, és abból lehet ezt finanszírozni. Hát ilyen pályázat nem került kiírásra, de magam részéről mindenképpen fontosnak tartom, hogy a tartozásunkat mi hamarabb roljuk le. A kérdés az, hogy ezt a 3.253.700 forintot, ennek a 2 darab fúvónak az árát, ezt milyen módon térítsük meg? Tessék. A gazdasági bizottság megtárgyalta. Mivel üzemeltetési szerződésünk van a csatorna üzemeltetésére, ott fejlesztési díjhányat keletkezik, ami be van építve a díjba, és ennek a díjnak a tárhére az itt felhalmozódott összegből szeretnénk ezt biztosítani, és nem érintene ez a mostani önkormányzatnak a költségvetését. Nem terveztük, mert gyakorlatilag befizetni ezt felénk a Bakony Karszt, nem felénk fizeti be, hanem kifizeti belőle ezeket a munkálatokat. Így van, de nincs benne a költségvetésünkben, tehát nem fog hiányt okozni. Ez a fejlesztési díjhányad, ez képződik, és hát ez ad fedezetet erre. Köszönöm szépen. Jó, akkor egyéb hozzászólás kérdés. Ha nincs, akkor ki az, aki elfogadja, hogy ilyen módon fizessük ki ezt a tartozást? Köszönöm szépen, akkor egyhangulag elfogadtuk. Kérlek az abban a részről, mondjam én zárva a tanulásra. Megtárgyalták ezt a bizottságot délőtt, az avoda nyári zárvatartással képviselőtestületi határozatot kell hozni. Minden évben ilyen időtájban nyújtja be felénk, ezért kérem itt az avoda. Az avoda nyári zárvatartásának javasolt időpontja július 13-tól augusztus 14-ig, a nyitás időpontja pedig augusztus 17 lenne. Amit minden évben is elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestület. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás, kérdés? Ki az, aki elfogadja? Köszönöm szépen egyhangulag. Még egy lennemben döntést szeretnénk kérni a képviselőtestől. Kiküldtük a képviselőtestületek a könyvtár 100 oldalas SMS-ét írásban, hogy otthon elolvashassák. Ennek a módosítására azért van szükség az alapítókiratot, módosítottuk előző képviselőtestület ülésünkön, hiszen újabb települések léptek a könyvtár szolgálat, vagy a könyvtár kiszolgálat területébe, és emiatt az SMS-üket is módosítani kell. Az a kérés a kultúrháznak, hogy akkor ez a módosítás hadd történjen meg, hiszen ezt szerint kell akkor tudni működniük. Bizottságok szintén támogatták. Bizottság megtárgyalt és egy hangulat támogatott. Jó. Akkor szavazzunk róla. Ki az, aki támogatja? Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk. Nekünk más nincs nyíltan, ha csak a képviselőknek. Van valakinek még olyan ügy, amit szeretne, hogyha tárgyalnánk, tessék? Igazából csak a tegnapi egyeztetéssel kapcsolatban gondolom, hogy nyugtassuk meg mindenképp az iskolába és óvodába járó gyermekek szüleit abban,
hogy az önkormányzat a saját hatáskörébe, illetve az egyeztetésen elhangzottakat folytatva mindent meg fogunk tenni annak érdekébe, hogy ez a kis probléma, ami felülötte a fejét, ez minél hamarabb megszűnjön. Igazából már meg is szűnt, tehát semmi probléma nincsen, és nehogy ez miatt úgy gondolják egyes szülők, hogy ne Devecserbe gondolják járatni gyermekeiket. Köszönöm. Így van, tessék. Én is szerettem volna hozzászólni, azt hiszem, akik itt ülünk, mindannyiunknak az az érdeke, hogy minél több szülő gondolja úgy, hogy a devecseri óvodába, iskolába hozza a gyermekét, és Devecserben sajnos az a pletyka van, hogy itt járvány van. Ezt ki kell mondanunk, hogy nincsen járvány Devecserben. Probléma van, dolgozunk rajta, és valamennyire meg is van már oldva. De járvány az nincs, ezt ki kell mondani, mert ez fontos, mert sokan elijednek a helyi oktatási intézményektől. Köszönöm szépen. Köszönöm. Maximálisan egyetértek, tessék. Szólásom nekem is lenne, hogy akkor ne csak itt hangoztassuk el, hanem megkérem a képviselőtársaimat is, és akinek jogában van az, hogy az iskolában megkérje a tanárokat, pedagógusokat, vagy az óvónőket, hogy ott is ezt jelezzék, és mindenféle olyan dologgal tájékoztassák a szülőket, ami ehhez szükséges. Köszönöm. Egyébként február 17-én lesz, ha jól emlékszem, így fejből az a szülőértekezet, ami a beiskolázással kapcsolatos az óvodában. Én a magam részéről mindenképpen szeretnék erre elmenni, és szerintem ezen az egyeztetésen, ezen a szakmai fórumon, amit a köztisztaság témájában összehívtunk, mindannyian meggyőződhetünk arról, hogy valóban nincsen komolyabb probléma. És az is biztató szerintem a jövőre nézve, hogy az érintett szervek mindenképpen hathatósan együtt akarnak működni az önkormányzattal, hiszen itt alapvetően nem az óvodának meg az iskolának a problémájáról, hanem az egész városnak a problémájáról van szó, de ez a problémakör is mindössze néhány családhoz köthető. És itt szeretnék ráerősíteni arra, hogy nagyon sokat várunk a közterület felügyelő munkába állásától. Szeretném megemlíteni, hogy már van egy pályázónk, akinek megvan mindenféle végzettsége ahhoz, hogy ezt a munkakört betöltse. De szeretnék mindenkit biztatni arra, hogyha a közterület felügyelői végzettsége van, akkor nyújtsa be a pályázatát, hiszen a helyiek mindenképpen előnyt élveznek. És hát azt is szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok felszólítást kiküldtünk még a tavalyi évben azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akiknek a területén szemét található. Jeleztük többször, most is hadd jelezzem, hogy a türelmi idő lejárt. Tehát abban partner vagyok polgármesterként, mint hogy ma is az voltam, amikor megkeresett egy devecseri lakos azzal kapcsolatban, hogy ő vele mi lesz, mert most biztos már kapja a büntetést, és ugye nem fogja tudni egyszerre kifizetni ezt a nagyobb összegű büntetést. Abban mindenképpen partnerek vagyunk, hogyha azt látjuk, hogy az illető megköti a szemétszállítási szerződést, és rendel konténert, és kicsinyenként, de valóban folyamatosan szállítja el a területéről a szemetet, akkor ez nekünk azt gondolom, hogy elég garancia arra, hogy méltányosan kezeljük ezeket a büntetéseket. De ha valahol azt tapasztaljuk, hogy az adott lakos egyáltalán nem hajlandó együttműködni, tehát nem hajlandó közreműködni abban, hogy a településünk valóban tiszta és élhető legyen, akkor természetesen élünk azzal a lehetőséggel a közterület felügyelőn keresztül is, illetve az önkormányzat hatáskörében a rendeleteink, illetve a hatályos jogszabályok értelmében is, hogy büntetést rójunk ki ezekre a lakosokra. Én azt gondolom, hogyha a városi köztisztasági problémákat fel tudjuk számolni, akkor a jövőben nem fognak előfordulni semmilyen intézményben olyan problémák, melyek némi aggodalmat kelthetnek a lakosságban. De a magam részéről én szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy olyan szintű probléma nincs, ami
ami tényleg komoly aggodalomra adhatna okot. Megkérdezem, hogy van-e valakinek még valamilyen témája, olyan felvetése, amit a mai testületi ülésen tárgyalnunk kellene? Tessék! Igen, hozzám többen fordultak azzal, hogy hoeltakarítással kapcsolatban esetleg olyan szabályozást kérnének az önkormányzattól, amivel szabályozni lehetne azt, hogy az autók, a parkolóautók a hótolók munkáját, a hoeltakarítását ne akadályozzák. Ugyanis nagyon sok utcában azért volt járhatatlan az út, az utca, mert egyszerűen a parkolóautókat direkt hagyták kint. Ugyanakkor pedig volt olyan is, aki arra kért, hogy a nem csak parkolóautók, hanem az ott tárolt autók, amiket Ausztriából, az osztrákoktól eladás céljából, felújítás céljából, értékesítés céljából, esetleg valami okból kifolyólag ott marad éveken keresztül, és ott tárolódik az utcákon, és ott parkolnak vele. Ezzel kapcsolatban volt egyébként egy közleményünk, ezt a polgármester úr adtuk ki kb. egy hónappal ezelőtt, ugye azt lehet mondani. Tehát kifejezetten kértük a lakosságot, csak valószínűleg nem jutott el mindenkihez, képviselőasszonyhoz sem. Így van. Direkt azt kértük a lakosságtól, hogy ha mód van rá, akkor parkolóban, kocsi beállón álljanak meg, ne az út szélén. Egyébként elég nehéz ügy. Ugye Devecserben mintegy 60 kilométernyi járdát kell takarítani az önkormányzatnak, illetve a Városüzemeltetésű Kft.-nek. Ehhez képest nagyon szerény gépparkkal, illetve szerény munkaerővel rendelkezünk. Nyilván nagyobb havazás esetén külső vállalkozásokat kell megbízni. Én azt gondolom, hogy a mi részünkről sem volt 100%-os az a teljesítmény, amit ebben a ebben az időszakban ki tudtunk fejteni. Nem akarom a felelősséget hárítani, de nyilván egyfajta tapasztalatlanság is okozta az, hogy voltak olyan utcák, amelyek járhatatlanok voltak. Tehát megértem azokat a lakossági bejelentéseket, teljesen jogos bejelentéseket, amik érkeztek hozzánk. Másrészt viszont hozzá kell tennem, hogy a legjobb szándékkal sem tudtunk gyorsabb és eredményesebb munkát végezni, pont azért, amit említettem, hogy nincs meg hozzá a megfelelő géppark, illetve munkaerő létszám. Tessék. Még egy lenne. Az autóbusz megállóval kapcsolatban, akkor, hogyha ünnepnapok vannak, vagy hosszabb zárási idő van, például karácsony, akkor nagyon sokan járnak ugyan dolgozni. Ettől függetlenül az autóbusz megálló, illetve hát nem a busz megálló, hanem a váróhelyiség zárva van. És az emberek nem tudnak úgy elállni, beállni olyan védett helyre, ahol a szél, a hó, esetleg eső, vagy akár jég elől tudjanak egy kicsit saját magukon segíteni. És több bejelentés is érkezett hozzám ez ügyben. Kérik a segítségünket, hogy be tudjanak állni, hiszen a kint nyílt autóbusz megállók, azok nem alkalmasak arra, gyakorlatilag ezeket a funkciókat betöltsék. Ezek a bejelentések mostanában érkeztek, mert az előző képviselőtestületi ülésen ugyanúgy téma volt ez. Igen, igen, jelezték, hogy ott már többször kérték ezt. Ugye a fenntartónak én jeleztem, tehát a büfé üzemeltetőjének jeleztem, hogy legyen nyitva a váróterem. Ő azt válaszolta, hogy nyitva van, és akkor ezek szerint ismételten nincs nyitva. Hát azt tudom tenni, hogy ismételten jelzem ezt a problémát az üzemeltetőnek, és akkor bízok abban, hogy valóban nyitva lesz a váróterem. Még valakinek valamilyen felvetése? Tessék! Bocsánat, döglött kutyákról érkezett szintén bejelentés. Fekszenek a kutyák az út szélén, elütve, megfagyva, esetleg éhezve. Ugye ez az hideg időjárás, ez nem csak bennünket tett próbára, hanem az állatokat is. És többen jelezték, nevek is vannak, akik felvállalnák azokat a dolgokat, hogy nem tudták elérni a gyepmestert. Ezzel kapcsolatban találkoztam ilyennel, intézkedtünk, azonnal el is szállították. Így van, azonnal el is szállították. Nem tudom, hogy lehet, hogy nekem kell szólni, hogy én tudjak intézkedni jegyzőn keresztül, de
egy telefonba kerül, és azonnal az intézkedés megtörténik. Összeszedték egyébként ezeket az elhullott állatokat is. Jó, köszönjük. Úgyhogy mindenki megnyugvással. Annyit hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, hogy a gyepmesteri feladatokat Devecserben a Meggyeserd önkéntes tűzoltó egyesület végzi. Sajnos velük is olyan szerződése van jelenleg még az önkormányzatnak, mint amilyen rengeteg szerződést találtunk egyébként az elmúlt időszakban. Tehát ami nem rögzíti pontosan, hogy milyen feladatot is kell elvégezni, és milyen díjazásban kell részesüljön. Orbán János éppen ma járt az önkormányzatnál, és abban állapodtunk meg, hogy elküldi az önkormányzat részére, hogy milyen költségekkel jár ezeknek a kutyáknak a befogása, tartása, etetése, csipeltetése, oltása és a többi, illetve milyen összeget fordított ennek a területnek a kialakítására. És akkor miután most a meggyeserdői területnek a piac részét rendeztük egy megfelelő bérleti szerződéssel, most a másik oldalt is szeretnénk egy megfelelő bérleti szerződéssel rendezni, ahol részletesen rögzítenénk azt, hogy a gyepmesteri feladatokhoz konkrétan mi is tartozik. Egyébként én is tudok arról, hogy vannak kutyák a városban, és egyébként én magam is folyamatosan rákérdezek erre a problémakörre. Nekem is az az információ, mint képviselő úrnak, hogy elszállította már ezeket a kutyákat. Én itt azt tartanám célszerűnek, hogyha a Meggyeserdei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a telefonszáma, vagy egy általuk megadott olyan telefonszáma, ami kifejezetten egy gyepmesteri telefonszám megadásra kerülne a város honlapján, a Devecseri újságban, képújságban, és a lakosság tudná, hogy konkrétan milyen telefonszámot kell hívni akkor, hogyha ilyen problémával szembesül. Mert ugye az előző testületi ülésen is ez már szóba került, hogy a jövőben ez mindenképpen folyamatosan megoldott legyen. Én azt gondolom, hogy akkor ezt a telefonszámot minden lehetséges fórumon hirdessük. Tessék. Annyi szeretnék azért hozzátenni, azzal számolni kell, hogy a befogott kutya gazdája, amikor felelhető, akkor a költségek nem a gyepmester terhelik, hanem ennek vannak költségei, nyilván a tulajdonosnak kell ezeket a költségeket megtéríteni. És nem, nehogy az legyen, hogy majd az önkormányzat ezt fel fogja vállalni, az önkormányzat ezt nem tudja felvállalni, nyilván jogszabályok szerint nem is teheti, a tulajdonosnak kell ezeket a költségeket vállalni. Köszönöm szépen. Ha már a kutya szóba jött, érkeznek hozzánk rendesen, hozzák az emberek az ebbe jelentőket. Vannak pár, akik úgy gondolják, miközben behozzák a bejelentőt, és közlik is itt a hivatali kollégákkal, akik átveszik a papírokat, hogy az én kutyám nincs csippelbe ültetve, de az enyém meg van kötve, tehát nem tud kiszabadulni. Felhívnám a figyelmet, ez önmagában nem elégséges. Mi ezeket az adatlapokat összesíteni fogjuk, ellenőrizzük, és sajnos bírsággal kell sújtani azt, aki ezt a csippet úgy gondolja, hogy azért, mert a kutyája megkötve van, nem kell beletenni. Egyrészt a kutya bármikor kiszabadulhat, bármikor elszakadhat az a lánc vagy kötél, és egyáltalán ez önmagában, hogy én megkötve tartom, vagy biztosan, biztonságosnak tartott zárt helyen tartom a kutyámat, ettől még ez a csip ma törvényileg elő van írva kötelező, és kemény 30 000-es bírsággal lehet indítani ennek az elejét. Tehát én nagyon kérek mindenkit, hogy sokkal olcsóbb a csipnek a beültetése. Vegyék fel a kapcsolat az állatorvosokkal, kimennek házhoz is, megoldják, beültetik, nem egy vészes költség, és mindenki számára ez tulajdonképpen biztonságot jelent a hosszú távon, hiszen ezekkel a csippekkel azt is ellenőrizni lehet, hogy az adott kutya be van-e oltva, mert az oltásokkal egyidejűleg az orvosok egy kötelező, megfelelő, nyilvántartó rendszerben bejegyzik, hogy ők az adott kutyát beoltották, csippel látták. Tehát van egy központi nyilvántartó rendszer, aminek az ellenőrzése a csippek nélkül sajnos nem működik. Köszönöm ebben a segítségüket. Láncon nem szabad kutyát tartani, tehát törvény tiltja. Úgyhogy ez nem is jó kifogás, amit mondtak. És továbbra is akkor én is felhívom figyelni mindenkinek, hogy már a lakosságnak, hogy
a közterület felügyelő ezeket a kutyákat ellenőrizni fogja. Köszönöm. Sok feladata lesz a közterület felügyelőnek, az biztos. Jó. Képviselő asszony még? Képviselő urak? Ha nincs más felvetés, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételét, munkáját, akkor a mai képviselőtestület ülést lezárom. Csak a nyíltat. A mai nyílt képviselőtestület ülést lezárom.